Jézus Krisztus, amikor az utolsó életszakaszába lép itt a Földön, egy Pilátus nevű helytartó előtt elmondja, hogy azért jött erre a világra, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Nagy szüksége van a mai élő kereszténységnek a Jézus Krisztus igazság beszédei ismeretére. Egy sorozatot kezdek el ma ezzel kapcsolatosan. A cím: alapvetés az igazságban. Tudjátok, a Bibliáról alkotott nézetek alapvetően három kategóriába csoportosíthatóak. 1. Minden ellentmondása és történelmileg igazolhatatlan események ismerete ellenére betű szerint igaz, ami benne foglaltatik, az elejétől a végéig. Ez egy igen kemény, súlyos, a kereszténység által milliószor vallott és milliófajta dogmatikai nézettel alátámasztott úgynevezett igazság. Szembe megy a Jézuséval, de majd derüljön ki. A második állítja, hogy történelmi munkáról van szó, ha a Bibliáról beszélünk, amelyet eltorzított a kezdeti szájhagyomány szerinti terjedés, valamint a Biblia szerkesztők keze, akik végül is írásos formába öntötték a szöveget. Ennek megvan a maga történelme, megvan a maga dokumentáció, kik voltak, hogyan tették, hogyan gondolkodtak, és mi lett a kanonizáció. A harmadik nézet szerint pedig pusztán képzelet szőtte tündérmesék gyűjteménye, a megfelelő túlzásokkal körítve. Gondolom, minden Jézus Krisztusban hívő keresztény ember ezt a hármas hozzáállását az embereknek a Bibliához ismeri. A kutatás az egyetlen lehetőség, hogy minden olyan kérdésre megtaláljuk az igaz válaszokat, amik igazolják, hogy egy-egy esemény legyen az az emberiség történelmének része, vagy túl az embervilág hatalmán, az idegenek, nevezzük ma ne angyaloknak, hanem földön kívülieknek, tehát azoknak a nyomait hitelesen szeretné a kutatás feltárni. Az a kutató, régészeti, génkutató, archeológiai feltáró munka, amelybe óriási pénzösszeget öltek bele a zsidóságnak tagjai, a különböző nem zsidó kutatásoknak vezetői tagjai. Aztán van egy egész komoly gárda, amely a kincsrabló mohóságával esett neki fölásni, föltúrni a földet, és kincsek után keresve minden típusú leírat és minden szakszerűséget félretéve kiraboltak beszélő kincseket. Ezért a kincsek nem beszélnek. Nagyon-nagyon gazdag embereknél megvannak, tulajdonképpen a világ előtt igazából rejtetten. Az, hogy mennyire nem számít az ember, a halál, a méltóság a kutatók számára, ahogy nekiestek a múmiáknak, a boncolásának, egyszerűen megvan a maga érdeke, hogy mit, miért csinálnak úgy, ahogy csinálnak. Sok felfedezésnek lett birtokosa az ember, amit ebből publikáltak, sokszor meglepő módon, sokszor az ismeretekkel, közhiszemű, tanult dolgokkal ellenkező bizonyítékokat tártak fel, amelyek beszélnek. Ezeknek ismeretében történt meg ez a három vélemény kialakítása a Bibliáról. Nem a keresztény embernek a kijelentése, hogy a Bibliát minden ellentmondása és történelmek igazolhatatlan események ismerete ellenére igaznak tart. Ez a kereszténységről mondott és adott ítélet, hogy őket nem zavarja,
ha valami nem stimmel, ha nincs kronológiai sorrendje, ha igazolhatatlan, nem megyek bele, mert ezzel szemben a református dogmatikának megvan a maga látása, tapasztalata, és Istentől ihletetnek jelenti ki a Bibliát magát, a Bereshit bárától kezdve a Jövedelem Jézusig. Ami engem érdekel, nagyon finoman fogalmazok, a közszemléletnek nem megfelelő írások kőtáblákon, egyéb megtalált tárgyakon, akár a skarabeuszokon, akár a feltárt hűasírjában 20 helyen van leírva, hogy az a személy, akit az egyiptomiak gyújának neveznek, tulajdonképpen a mai kutatás Józseffel azonosítja, mert a Bibliának a Mózes könyvében egy speciális kifejezése van, amelyik azt mondja, hogy Egyiptom fáraóinak atya, alsó és felső Egyiptom ura. És ezt a héberül leírt mózesi megemlékezést egyiptomi királysírok egyik szarkofágjában lévő ember mellett megtalálták. És ezért gondolja az egyiptológus Ahmed Osman, hogy itt valami speciális látásnak kell következni, és azonosítja majd ezt a Józsefet ezzel a megtalált, a királyok völgyébe amúgy nem eltemethető, mert nem király, nem uralkodó, mégis nagyméltóságú ember lévén ide van eltemetve, és majd tőle származtatja, mint Józseftől a 4 Amarna fáraót. Ennek megvan a maga történeti kutatása, megvan az ismertetés, a keresztények nem ismerik ezt a fajta ószövetségi kutatásrendszert és módszert, végképp nem ismerik, hogy az egyiptomi nyelvnek, az egyiptomi történelemnek hogy szövődik össze a történelme a zsidóság történelmével, és egészen másképp látják egyiptomi történelmüket a zsidók, és egészen másképp beszélnek arról a kutatások eredményei, amit éppen Ahmed Osman tár fel, ami kétségbe ejtette a héber tudósokat annak idején. Majd jött egy újságíró, aki megírja a könyvét 2000-ben, és ha valaki végigolvassa, elképesztő zsidó mese az egész, na azt fogadják el majd igaznak Ahmed Osman kutatásaival szemben. Ezt csak úgy bevezetőként mondom, hogy az archeológia, a kutatás, ha azt keresi, hogy mi volt, hogy volt és mi az igaz, akkor én áttérek innen egy normális lépéssel, hogy több mint archeológiai kutatást mond el Jézus Krisztus. Kérem, az ő ásatása, az ember emlékezetében történik, és így beszél majd a zsidóság közepette, az őt hallgató zsidóság közepette, hogy a zsidó főembernek a János 3-ba világosan elmondja, hogy ti test és vér vagytok. Test és vér nem örökölheti Isten országát. Szükségtinéktek újonnan születnetek. Ha ezt úgy fogom fel, mint valami ősi ismeretnek a feltárását, a legősibb ismeretnek a kijelentését, amelyiknek van mondani valója az emberiség felé, akkor a zsidó, vagy a János 3:5-8 tisztázza, ugye ez azt mondja el, hogy szükség ti néktek újonnan születnetek, mert test és vér nem örökli Isten országát, aztán majd tisztázza Samáriában, a Sikár nevű városban egy samáriai asszonnyal, hogy az Isten lélek. Föltárja a nagy titkokat, az ősi titkokat, amelyiknek nincs ismeretében az akkori ember, és azt mondja az Isten lélek, akit őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Olvashatod János 4:24-be. Aztán keresztelő János az Isten fia útját előkészíti,
Azt mondják róla, hogy semmi csodát nem tett. De minden beszéd, amit mondott, igaz volt. Ennek az igaz beszédnek egy részletét olvasom a János 3:34-35-ből. Ahhoz, hogy az ember újjászülessen, meg kell ismernie azt, akit az Isten küldött, hogy az Isten beszédeit szólja, akit az Isten küldött. Ezen belül elmondja János, az Atya szereti a fiút, az ő kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Elhangzik ez a tanítás Samáriába. Van, ami elhangzik Izraelben, van, ami elhangzik majd az úgynevezett pogány vidékeken. Mindegyik egy feltáró, ősi leletet mutat be. Az ősi lelet pedig az Isten szívéből származó, a legősibb kijelentés sor. Ennek igazságát hozza el Jézus, és ismerteti. Nikodémusnak elmondja a zsidók főemberének, hogy kicsoda ő. A János 3:11-18-ig olvasom a részt. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk. Amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok, mert így mondja Nikodémusnak, hogy az újjászületésről te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Tehát kell egy ősi feltárás, hogy mi hogy van ténylegesen. Az, hogy valaki a Jézus Krisztus korára, évezredek óta állítólag Isten ismeretét és az Isten hitét hordozza, és a legelemibb dolgot nem tudja, hogy az Isten lélek, és nem örököl test és vér, Jézus ezt feltárja. Senki nem ment fel a mennybe, hanem az, aki mennyből szállt alá, az embernek fia. Kérem, nagyon fontos itt tisztázni néhány dolgot, hogy sem Illés, sem Mózes nem ment fel a mennybe. Nem ott voltak. Az, hogy hova vitte őket az Úr, és honnan térnek vissza, azt nem mondja el a Szentírás. Azt elmondja a Szentírás Jézus Krisztus által, hogy senki nem ment fel a mennyből innen, csak az, aki onnan jött, ez pedig az Isten fia. Hogy hányszor jött a földre, ő lélekben, azt csak a profétáknak a kijelentéseiből tudjuk, és az apostol kijelentéséből, hogy a Krisztus lelke volt, amelyik a profétákkal közölte az Istennek titkait, és adott neki világosságot történelmileg, hitbelileg, megtérés követelménnyel, politikai életbe való elhelyezkedéssel, kinek kell ellenállni, kinek kell behódolni. Volt vezetés a Krisztus lelke által, de testben egyszer jött el. És az egyszer eljött elmondja, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetni, a ki vagyok én, mi lesz velem, majd ez lesz a jel, hogy higgyetek. Ha valaki hisz ő benne, el ne veszen, örök élete legyen. És most jön egy speciális dolog, amelyikben nyilvánvalóvá tétetik, hogy Izrael nem azt a vallást, nem azt a hitet hordozza, amelyikben Jézus Krisztus feltárja az igazságot. Az igazság így hangzik, hogy úgy szerette Isten a világot. A mózesi törvény és az abban állók, azok azt mondják, hogy egyedül Izraelt. Senki mást. Egyedül Izrael az Isten fia, és csak a törvény betartásával lehet ezt visszaigazolni, hogy hiszek az Istenbe. Jézus nem ezt tanítja, visszamegy régebbre. Egészen régre megy vissza. Erről majd valószínű a holnapi napon beszélek. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán tisztázza, hogy nem károsztatni jött az Isten fia világra. Nézzetek, te a törvényt úgy használjátok és alkalmazzátok, hogy mindenkit károsztattok vele. Átkozott az, aki nem tartja be a törvény szavait, átkozott az, aki nem foglalkozik minden áldott nap a tórával, átkozott a név, mondja majd Kajafás, amelyik nem ismeri a törvényt, és azt mondja Jézus, hogy állj, ez egy más szellem. Állj, a törvény lelki. A törvény betöltése a szeretet. Hogy szerette Isten a világot? Hogy elküldte az egyszülött fiát,
hogy aki hisz benne, annak örök élet legyen, és el ne vesszen. Aki nem hisz a fiúban, nem lát életet, harag alatt marad. Testvér, én a mai napon csak emlékeztetni akarlak valamire. A szíved állapotára. Milyen szíved van? Feltárta-e neked a legősibb igazságokat Jézus? Föltárta-e az Isten szívének titkait, mint a legdrágább igazságot Jézus? Úgy szerette a világot. Tudjátok, kihagyják a világot, és egyből áttérnek az individuális beszédre. Úgy szeretett téged, nem ezt mondja. Azt mondja, a világot szerette. És ezt a világot úgy szereti, hogy aki abból hisz ő benne, ebbe vagy benne, vagy lehetsz benne te személyesen. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztusban az Isten szeretete az emberé lehet? Aki hisz benne, abban az Isten szeretete az emberé lett. Ha te hiszel benne, akkor az Isten szeretete személyesen te benned lett élővé téve. És ha hiszel benne, akkor a hitet szent lelkével és az élet igéjével, a Krisztus Jézussal hirdette meg, és rajta keresztül adja át az Isten. Hát élj belőle. Amen.